A diákok többsége szeretné nyáron megszerezni B-kategóriás jogosítványát. A megnövekedett forgalom nehezíti a vezetési tanulás folyamatát, azonban ez később pozitív hatást is kiválthat. Ilyenkor kötetlen az időbeosztásuk, akár délelőtti kurzusokon is részt tudnak venni. Akik korábban már nyár elején elkezdték a tanfolyamot, arra számíthattak, hogy a nyár végére már jogosítvány tulajdonosai lesznek. Most azt az időszakot éljük, amikor nyáron ugye nagyon sok diák kihasználva a nyári szünidőt, ugye jelentkezik az autós iskoláknál tanfolyamra, úgyhogy el kell, hogy szomorítsak mindenkit, aki mostanában jelentkezik, annak a nyáron már biztos, hogy nem lesz jogosítványa, hiszen az autós iskoláktól függetlenül a vizsgahelyeket azt a közlekedési felügyelőség bocsátja a rendelkezésre, és ugye most per pillanat ott tartunk, hogy már szeptemberi vizsgakiírások vannak. Már júliusra ugrásszerűen megnőtt a vizsgázók száma. A kapható vizsgaidőpont pedig több mindentől függ. Például az eredményességtől, vagyis hogy egy vizsga eseményre hány bukott vizsga jut. A közlekedési hatóságnál van egy keret, és ezt nyáron sem emelik meg. Pont most van folyamatban egy egyeztetés a hatóság és az iskola vezetők között, ami alapján megpróbálunk egy kicsit változtatni ezen a lehetőségeken. A hatóság egy minimális túlórát biztosított a nyári időszakra, mi pedig autós iskolák megpróbálunk összefogni és kihasználni ezeket a lehetőségeket, egy saját rendszer által biztosítani azt, hogy rövidebb időre adjuk a kiírásokat. A témával kapcsolatban sem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közlekedési és fogyasztóvédelmi főosztálya, sem a képzési, vizsgáztatási és útügyi osztály képzési és vizsgáztatási feladatokért felelős főosztálya nem reagált megkeresésünkre adásunkig.